Tisztelt kollégák! Tekintettel az idő előre haladtára is, néhány megjegyzést szeretnék tenni. Ezek a megjegyzések ezek lehetnének alapjai egy-egy eszének, vagy egy hosszabb előadásnak, de itt most nyilvánvalóan pusztán a megjegyzéseket fogom megtenni. Vagy kulcsszavakat is mondhatnék, olyan kulcsszavakat, amiket talán érdemes lenne Hankis elemér kapcsán körbejárni. Az első, amit mondanék, ez a harmadik reformnemzedék. Ez a kifejezés Csepeli Györgyöt olvasva jutott az eszembe. Csepeli György Hankisról írt eszéjét olvasva jutott az eszembe. Volt egy Horváth Zoltán nevű magyar társadalomtudós, aki írt egy könyvet valami hasonló címmel. Az volt a Horváth Zoltán koncepciója, hogy volt egy első magyar reform nemzedék, ez a Széchenyi, a Kossuth és a többiek. Aztán volt egy második, ez pedig a nyugat az irodalomban, illetve a nyugattal 1900-as évek elejéről van szó, a nyugattal egyidős társadalomtudósok, Jászi Oszkár és mások nemzedéke. Na, ennek kapcsán lenne érdemes megfontolni, most már talán az időbeli távolság is megvan ehhez, hogy volt egy harmadik magyar reform nemzedék, ez a 60-as évek végén, 70-es évek elején bontakozott ki, ide tartoznának. Szinte minden tudományágban vannak ennek jelentős képviselői, lehet vitatkozni, hogy kik ezek, ide tartoznának a Lukács tanítványok, Heller Ágnes és mások, ide tartozna alig, hanem a közgazdászok közül Kornay János és mások, a történészek közül Szűcs Jenő, és nyilvánvalóan ide tartozna Hankis Elemér is, ebbe a körbe tartozna. Érdemes lenne egyszer ezt végig gondolni, megírni és belehelyezni ebbe a képbe Hankis Elemért is. A második megjegyzésem az a bátorság lenne, vagy a második ilyen esszé témám, Hankis Elemér bátorsága, esett erről már szó, nagyon furcsa az életműve, amit ránk hagyott, elindult. Talán a történelemből, ezen egy kicsit lehetne vitatkozni, most ezt hadd ne tegyem meg, elindult az irodalomból, vagy a történelemből, én inkább azt gondolom, hogy az irodalomból. Aztán lett belőle értékszociológus, aztán lett belőle politológus, és végül valahol a filozófia tájékán végezte. Hangsúlyozni kell, hogy ez egy szerves fejlődés, ott minden összeköti ezt az életművet, a szimbólumok elemzése, a témák, az érzékenység, az értékrend, egyebek, de mégis ez egy hihetetlenül bátor életmű ilyen szempontból, megvannak ennek a nagyon súlyos veszélyei. Egyszerűbb, kényelmesebb, biztonságosabb, hogyha valaki szaktudóssá válik, jó mesteremberré válik, és ezt most nem negatívan mondom, és nem kockáztatja a saját munkásságát, a saját személyiségét. Én ezt nagy dolognak tartom, hogyha ezt valaki megmeri tenni, hogyha valaki vállalja ezt a kockázatot. Jó, a harmadik, a Hankis nagy kérdései, pontosabban a Hankis utolsó korszakának a nagy kérdései, az úgynevezett filozófiai korszakának a nagy kérdései, három van ilyen megítélésem szerint. Az egyik a civilizáció elmélet lenne, ezt elsősorban a Félelmek és szimbólumok című művében fejti ki, de másutt is szó esik erről. Ugye ennek az a veleje ennek az elméletnek, hogy az ember egy idegen világba pottyan bele, és a civilizációnk nem más, mint kísérlet arra, hogy megszelidítsük ezt az idegen világot. Érdemes lenne ezt összevetni, ezt az elgondolást, egyrészt a késői Bibónak a hasonló elméletével, másrészt Jan Patocskának a Eretnek eszékben kifejtett elméletével, nyilván másokat is beholhatnánk. A második nagy témája a Hankisnak, mint filozófusnak, ez a szimbólumok elemzése, erről Kapitány Gábor már beszélt. Elsősorban, ami számomra izgalmas és ami tovább gondolást érdemelne, az a hétköznapi élet szimbólumainak az elemzése. Talán ebbe volt a legvirtuózabb Hankis Elemér, akkor, amikor elemezte a bevásárlóközpontoknak a szimbolikáját, vagy éppenséggel, már nem is tudom, kivillantotta fel az autóknak a szimbolikáját, mindannak, ami benne van egy autóban. És a harmadik nagy téma az egzisztenciális kérdések problematikája, élet, értelme, halál, ehhez hasonló kérdések. Ezek főleg az utolsó két művében kerülnek terítékre, de végig jelen vannak ebben az utolsó korszakban. Ezt megint szépen végig lehetne elemezni. Aztán a negyedik téma, amit megemlítenék, Bella, integessél nekem, hogyha bármikor abba tudom hagyni. Ez azt írtam ide fel, hogy idézőjelben vallásos fordulat. Ha megnézzük a Félelmek és szimbólumok című könyvet, akkor azt látjuk, hogy ez egy egyértelműen egzisztencialista koncepció, az ember bele van vetve a semmibe, és ebből a semmiből valamit csinálnia kell, ebből civilizációt kell alkotni ebből a semmiből. Hát lényegében ugyanaz, mint amit a Jean-Paul Sartre különböző módon elmond az élete során. Ehhez képest viszont az Ikarusz bukásában már azt látjuk, hogy a szimbólumok mögött Hankis egy másik világot próbál megtalálni, a transzcendenciát próbálja megtalálni, a
profán alatt, erre való neki ekkor már elsősorban ez a szimbólumfejtés. Erre mondom azt, hogy ez egy kvázi vallásos fordulat az ő életművében. Érdekes, hogy nem reagál erre a fordulatra. Már csak egy perc van. Jó, akkor most már szelektálok. Nagyon izgalmas lenne a tudományhoz való viszonyát megnézni. Ezt hellyel közel meg is tettem úgy, hogy akkor egy ilyen szövegajánlóval fejezném be. A 2015-ös Books-ban írtam erről egy hosszabb eszét, ami megnézi, hogy hogyan viszonyul ő a tudományhoz, hogyan távolodik tőle egyrészt, másrészt hogyan ragaszkodik mégis ahhoz, hogy valamilyen módon megmaradjon tudósnak. És még lehetne folytatni. Köszönöm szépen! Köszönöm.